Ha étkezési paprika termesztésén gondolkodunk, akkor talán jó, hogyha megnézzük ezt a kis videót. Hát így gyakorlatilag sok száz négyzetméteren egy nagyon izgalmas formában zajlik az étkezési paprikának a termesztése, és hát hogyha kicsit itt közelebb jönnek, akkor azt látják, hogy tényleg hát szinte világítanak ezek a sárgás-fehéres, kicsit még zöldes, gyönyörű szép paprikák, amiben az ember úgy legszívesebben beleharapna egy vajas kenyér társaságában. Na de hát nézzük, hogy hát itt mégis hogy termesztik. Itt a házigazda elmondta nekem, hogy ugye gyakorlatilag ezek ilyen ikersorok. Tehát az azt jelenti, hogy egy körülbelül egy ilyen 40-50 cm-es ilyen fólia sávot húznak ki ugye valamikor május környékén, és akkor gyakorlatilag utána ebbe vágnak egy ilyen kis lukat. Tehát, hogyha ide jönnek és ránéznek, akkor a fólia bele van vágva egy kis lyuk, és beleültetik a palántát. Hát miért kell lefóliázni itt azt a sávot, amiben beültetjük ezeket az étkezési paprikákat? Azért, mert ugye nagyon nehéz lenne ott bent gyomlálni. Lehet, hogy esetleg ön, aki házi kertben szeretné ezt termeszteni, mondjuk csak egy 5 vagy 6 vagy 10 négyzetméteren szeretné termeszteni, de azért akkor is, hogy közé benyúlkálni, esetleg ugye valaki egy ilyen élesebb szerszámmal próbáló dolgozgatni, megsérti a paprikát, ott akkor már mindenféle gombás, baktériumos betegségek támadhatják meg. Ugye a közöket, azokat ilyen különböző rotációs kapával, ilyennel ugye nagyon szépen meg lehet ápolni, el lehet boronálni, tehát gyommentesen lehet tartani, de ezt a középső sávot, ezt természetesen mindig tisztán kell tartani, és ez a fekete fólia, ami gyakorlatilag ugye egy éven keresztül kitart, ez pontosan ebben segít. És hát igazából az öntözés kérdése, ugye a paprika nem csak melegigényes és fényigényes növény, hanem rendkívüli csapadékigénye van. Természetesen akkor, amikor öntözzük, akkor utána ez a fekete fólia sokkal jobban megvédi a talajt a kiszáradástól, hiszen nem engedi, hogy a napsugarak a káros hatásainak ki legyen téve a terület. Tehát gyakorlatilag itt azért most látjuk, itt nyár vége van, és hát látjuk azt, hogy milyen fantasztikusan terméssel be vannak rakodva ezek a tavasz végén kiültetett paprikapalánták. Úgyhogy ha bárki étkezési paprika termesztésben gondolkodik, az erről vehet esetleg mintát, és bármilyen itt látható ötletet fel tud használni otthon is a kertjében.